srácok, én exozok, és elsősorban leszögezném, hogy ez nem egy fika videó, csak egyszerűen kicsit kiakadtam, hogy mi van a mai YouTube-bal. Hát igazából dolog az, hogy néztünk egy live-ot, egy Attilával, és jöttek rédelni, amivel nem is lett volna gond, de hát ezt tudjátok, mint a rédelés. Segítjük a kisebb youtubereket általában, hogy átmegyünk többen, feliratkozunk, stb. Lájkoljuk, mert vannak azért olyan videósok, akik kisebbek, de viszont sokkal több feliratkozót érdemelnének. És hát lényeg volt a következő, hogy átjött egy gyerek, és beírták a chatra, hogy hashtag LoxonRaid, mert nem is lett volna gond, kiírta két ember a LoxonRaid, és ami pont volt az íra, hogy kiírta az, hogy nálam is live van, és két néző van. Na mondom, oké, hát átmegyek, megnézem, hogy akkor milyen live van, vagyis hogy mit csinálnak, és akkor ezek a két sorok fogadtak, nézzétek, aztán még mesélek erről egy kicsit. Dani, ha tudod támogatni, akkor támogass meg nagyon kevés pénzzel, és írd oda neki, hogy LoxonRaid van. Na hát igen, ez még csak az első videó volt, ezután meg jönni fog egy pár. Nem tudom, szerintem biztos hallottátok a háttérben, hogy énekel valaki, vagy ha nem, akkor tessék, bejátszom újra. Félre ne értsetek, nem azzal van gond, hogy a srác live-ol, meg hogy fiatal, de valaki úgy ne üljön már a live-olni, hogyha a háttérben hangzavar van, főleg úgy, hogy kornyikál egy gyerek, igazából még hogyha lenne valami ének hangja, ami nincsen, ugye remélem ezt ti is halljátok, na bazd meg éppen. Szóval ez a saját kis élményem, hogyha valakinél háttérzavar van, főleg ilyen, hogyha énekel egy gyerek, akinek teljesen hangja nincs, igazából csak úgy nyomatja a fasságot, az szerintem ne üljön le új live-olni, várjon meg, míg elalszik, vagy akármi, csak hát ezt ne csinálja. Legalábbis ez az én saját véleményem, nem tudom mi a tiétek, írjátok le nyugodtan kommentbe. És hát elsőnek azt hittem, hogy ez, hogy a háttérben ennek a gyerek, ez vicc, de aztán jött ez a következő pár képkocka. Na, hallod? Az első 5 nézőnek adok modit, aki írja. Aki írja, aki kér modit, aki, de csak 5 néző, első 5 nézőnek adott modit, és majd kap más is. Majd később. Hát igen, üdvözlöm minden az öcsédet, nagyon jó hangi van, nagyon bejön. De jó, hogy átmentünk rédelni. Igaz, Dani? Igazából a srác az örült, hogy pörög a chat, ami azzal volt tele, hogy kinek adjon modit, vagyis írtek, hogy adjál modit, meg stb. És ami ebből a jelenségből lejött, az, hogy azért mentett rédelni, hogy hozzá átmenjenek nézők, mivel azt mondta, hogy hú de jó, hogy átmentünk rédelni. Igazából a nézőszám az megnőtt körülbelül 5 emberrel, ami eleinte nagy dolog, mivel én is örültem, hogyha voltunk 10, még mikor kezdtem a videózást. Szóval biztos nagy öröm volt számára, de ez azért már a legalja, hogy azért megy át rédelni valakihez, hogy neki nőjön a nézőszáma. Legalábbis valakinek biztos ezt jelenti az a szó, hogy rédelés, számomra nem pont ezt akarja. Remélem a srác egy kicsit észrevett, és vagy javít ezen, amit csinál, vagy pedig abba hagyja, mert igazából csak magát égeti le, szerintem. Szóval ha nézed ezt a videót, valamit csinálj, mert ez így nem a legjobb.